de kétségtelen, hogy hétfőn délelőtt 10 órakor a Fidesz frakciónak és a kereszténydemokrata frakciónak közös frakcióülése lesz ebben a témakörben. Tehát Lázár János, lehet, hogy kedden ezt mondta, ma péntek van, akkor vagy tegnap előtt a Klubrádióban Rangos Katalinnál pedig azt mondta, hogy ennek az a célja, hogy meg kell szüntetni a képviselők, képviselői visszaélések és manipulációk lehetőségét. De egyébként én nem tudom, hogy milyen visszaélés és manipuláció lehetőség van ebbe, ezt ki fogjuk tárgyalni. Én hadd mondjam el, hogy én 1994 óta vagyok országgyűlési képviselő, és amellett folyamatosan praktizáló ügyvéd is vagyok. Én soha egyetlen parlamenti kötelezettségemet nem mulasztottam el az ügyvédi gyakorlat miatt, és soha nem próbáltam erőt forgácsolni abból, hogy én országgyűlési képviselő vagyok. Uh-huh. Szóval én nem tudom, hogy ez miről szól, mire utal az frakcióvezető úr. Jó, nyilván itt a egyéb más juttatásokról is, hogy ne pénzbeni benzinköltség legyen, hanem kártyára, és így tovább. Azzal kapcsolatban nekem egyébként szeretném kihangsúlyozni, és nagyon örülök, hogy ez szóba kerül. Számtalan írott sajtó nyilatkozat szerint én a pénzt kifogásoltam. Erről soha szó nem volt. Keresztény demokrata képviselő még nem tett olyan nyilatkozatot, hogy emeljék fel az országgyűlési képviselők fizetését, és bármilyen jogcímen ezt a felelőt. De most megemelnék. Tessék? De most megemelnék. De nem a mi kezdeményezésükre. Én azt értem. Bár ez az alapjavaslatban is benne van, nem? Igen, de azért azt el kell mondani, hogy ez az alapjavaslat, amit most három előterjesztő az országgyűlési törvény egy fejezeteként becsatolt, ezt az országgyűlés tavaly ősszel már az általános vitáig, mint önálló törvényjavaslatot végig tárgyalta. Tehát szóval előterjesztőként ott van Harag Péter neve most is, és erre ebben szerepel ez a 750 000 forintos összeg is. Nem szerepel összegben, elnézést. Az van, hogy a mindenkori helyettes államtitkári tisztelet. Akkor ezt már számszerűsítettem. De ebben biztos, hogy lesz eltérés. Hogyha nem sikerül megegyezni, hogyha a fideszes módosítóhoz a Fidesz ragaszkodik, akkor elképzelhető, hogy önök nemmel fognak majd szavazni? Elnézést. Éppen azért fejtettem ki a kezdetén. Ez nem fideszes ragaszkodás. Kósa Lajos elég nagy potentát a Fideszbe ahhoz, hogy az ő szándéka ellenére ne lehessen ezt a ragaszkodást Fidesznek. Hát de erre mondtam én önnek, hogyha mondjuk Lázár János meg mégis ragaszkodik hozzá, ő is elég nagy potentát. Ez kétségtelen, de attól ez Lázár János fog hozzá ragaszkodni, és nem a Fidesz. És mondjuk itt ebben a... Én hadd ne menjek egyébként. Kósa és Lázár között akkor mondjuk az, hogy Kósa akarata az erősebb? Ez nem az én dolgom, hála jó Istennek. Hát csak ezen múlhat, hogy ja, most nem, benne marad nem, a módosító, vagy nem marad nem, benne. Én azért abba bízom, hogy én nem hallgattam a Klubrádió adását, nem vonom kétségbe, hogy az ön információja pontos és hiteles, de azt a saját magam nyelvén tudom mondani, hogy kedden este megnyitottunk egy beszélgetést, ez még folyamatban van, nem szeretnék a beszélgetésbe se üzengetni, se világos semmit csinálni. Nem tudok nyilatkozni, egyebekben várjuk a választ, és megpróbálunk azért megegyezni. Azért lesz más a helyzet a jelenlegihez és az eddigihez képest, mert jelentősen csökken az országgyűlési képviselők száma. Így van. Tehát, hogyha 199 képviselő lesz tőlük, a Fidesz eddig azzal magyarázta ezt a módosítóindítványt, hogy tőlük viszont már tényleg a professzionális munkát várják el, mert hogy kevesen lesznek, tehát esély nem lesz arra, hogy mondjuk a KDNP-ben vagy a Fideszben a munkát ilyen szinten meg tudják osztani, mert nem lesznek annyian. Tehát elképzelhető, hogy a kevesebb, akkor nem lesz idő a civil szakmájukra. Igen, de egy pillanat, azt bízzuk az adott képviselőre. Csak hogyha 200 ember fogja eldönteni, aki nem jöhet az életből, tehát nem lehet gyakorló orvos, nem lehet ügyvéd, nem hozhat élettapasztalatot. Hát mi az élettapasztalatot előtte szerzi meg, nem az és ott a 4 év gondolni, alatt. És gondolni, hogy valaki 45 vagy 50 éves korába bezárja 4 évre az ügyvédi irodáját egy bizonytalanra, mert nem tudja, hogy meddig lesz országgyűlési képviselő, egy biztos. Akkor nem kell ezt választani. Így van, ez lesz az erő. Kontraszelektáltá válik az országgyűlés. Az lesz, hogy szakma nélküli fiatal emberek fogják elvállalni, akik tapasztalat, rutin és mindenfajta rálátás
nélkül fogják elvégezni a munkát. Hát már ne is haragudjon, de akkor mondjuk a Fidesz alapítók összessége az, akikről most beszélt. Hát hiszen az egyetem után azonnal politizálni kezdtek, akkor nekik nincs élettapasztalatuk. Az kétségtelen, de hihetetlen szakértői gárdával dolgoztak, és tessék megnézni, hogy amikor bekerültek az országgyűlésbe, 8 évet kellett várni, hogy hatalomra kerüljenek. Hát és a hatalomtól lesz valakinek élettapasztalata? Nem, de akkor már a 8 év alatt szereztek. Már az, a 8 év alatt, a 8 év alatt mindegyik dolgozott. Mindegyik dolgozott mellette. A 8 esztendő alatt. A Fidesz alatt. Alapítók? Igen. Orbán igen. Viktor ügyvédkedett, vagy jogászkodott? Nem ügyvédkedett. Áder János? Áder Jánosnak is. Kósa Lajos is dolgozott mellette. Biztos vagyok benne. Minden esetre, hogyha ez az érv, hogy legyen valakinek élettapasztalata, és hosszú-hosszú időn keresztül egy bizonyos szakmát üzzön, tudja azt legalább azon a szakmán keresztül, hogy az élet miről szól, akkor akik a 90-es években bekerültek a parlamentbe az iskola padból, hát akkor mondhatjuk azt, hogy ők viszont akkor nulla élettapasztalattal azon kívül kezdték el a munkát. Mondjam, hogy akkor 386 országgyűlési képviselők közé kerülve így, ezen az alapon azt hiszem 17. És a 370... Na de milyen 17? Ez kétségtelen, én ezt nem vitatom, kiváló emberek, de a 17-ből sincs mindenki ott. Én tudom a neveket, én majdnem azóta, én 94 óta vagyok képviselő, én föl tudom sorolni, és sajnos nem fér el egy kezemen azoknak a képviselőknek a neve, akik akkor képviselők voltak, és ma már nem országgyűlési képviselők. Tehát nem gondolja azt, hogy azáltal, hogy kevesebben lesznek, egy frakció létszáma is lényegesen kevesebb lesz, mint most. Kétségtelen. Esély nem lesz arra, hogy a munkát ilyen szinten szétosszák, egy képviselőre több munka fog hárulni, ez nem gátolja meg abban, vagy gátolhatja meg abban, hogy mellette orvos legyen, ügyvéd legyen, tanár legyen? Ezt bízzuk az adott képviselőre, azt nagyon szigorúan kell venni, hogy az országgyűlési feladatot mindenki maximálisan lássa el. Meg kell, azt a képviselő dönti el. Tudja vállalni, vagy nem tudja vállalni. Ha nem tudja vállalni, akkor nyilván az ő joga lesz azt mondani, hogy nem, vagy ő annyira csökkenti a munkát, mint ahogy én is. Szinte minimálisra csökkentettem, de az ügyvédi igazolványomat nem adtam vissza. Erre az én esetemben szükség is van, mert a kereszténydemokrata néppártnak csak így ezen az alapon lehetek a pártügyésze, hogy bejegyzett ügyvéd vagyok. Még jó is, hogy mondta a pártügyészt. Mi lesz a KDNP budapesti elnökével, Szalma Botonnal? Most kizárják őt, vagy nem? Azt olvastam a honlapjukon, ami megállapítás született ezzel az üggyel kapcsolatban, hogy mindenkinek be kell tartani a párt alapszabályában rögzítetteket, és azt, amit a párt kommunikál. Ő nem tartotta be, akkor most mi lesz? Nem az a bajom nekem, hogy ő nem tartotta be, hanem az a bajom, hogy itt pont az ön műsorában tett egy olyan nyilatkozatot, hogy ő egy szuverén szervezet azt mond, amit akar. Ilyet nem illik egy megyei vagy egy fővárosi elnöknek mondani, mert egy fővárosi elnöktől is elvárható, hogy egyszer az életbe elolvassa a párt alapszabályát, ha már eljutott az elnöki székig. Szóval kizárják, vagy nem? Egy szelepet nyitott meg. És számtalan követően. Én ebben nem tudok nyilatkozni, és én nem tudok mondani ilyet, hogy kizárják vagy nem zárják, még később se. Én legfeljebb azt tudom majd megmondani, hogyha mostani vizsgálatom végére érek, hogy milyen indítványt fogok előterjeszteni az Országos Fegyelmi és Etikai Bizottságnak, ha eljutunk idáig egyáltalán. Az még messze van? Ez még messze van, mert... De mit kell ezen olyan sokat vizsgálni? Meg kell nézni az egyenes beszédet, azt el kell olvasni az azt megelőző közleményét. Ha az ilyen egyszerű lenne, akkor meg lehetne oldani, de sajnos az adott képviselő úr föl akarja építeni a vízlépcsőt, Nagymarosnál gátat akar építeni, mert az a hajózásnak az egyetlen jövője. Azon kívül nyíltan kritizálja a kormányt, hogy a kormánynak nincs közlekedéspolitikája. Azon kívül a nagyobbik probléma az, hogy a Antal József alapítvány vendégeként egy nyilvános beszéde során 20 percen keresztül személyre menően pocskondiázta a kereszténydemokrata néppárt vezetőit és tagságát és a pártot. Szóval őszintén elmondta a véleményét. Minden további nélkül, ez rendben van, csak ez nem egy kibeszélő show, hogyha valaki egy párt tisztségviselője. Én nagyon jól emlékszem, amikor már én láttam többször az önnel készült műsort, amikor ön azzal kezdte, hogy nem lesz ebből önnek baja,
még ön is meglepődött egyszerűen azon a formán, amit Szalma Botond akkor megengedett magának. De az eljárás elején vagyunk, itt rendet kell teremteni, mert az a baj, hogy ez a fajta magatartás nagyon rossz irányba vitte el a pártot, sajnos. Úgy néz ki, hogy össze-vissza beszélünk, mint egy kis cserkész csapat. Ebbe a sorba, ebbe a kis cserkész csapat össze-vissza beszélésébe tartozott bele az akkor, amikor a Komárom-Esztergom megyei kereszténydemokraták Jézus Krisztus húsvét kapcsán Jézus Krisztus sorsához hasonlították Schmidt Pál sorsát? Szóval az is bele tartozik, az egy szerencsétlen dolog. Olyat jó érzésű keresztény ember nem ír le, ami ott le lett írva. De sajnos több van. Több probléma van. Én nem szeretnék nagy nyilvánosságot szerezni ezeknek, ha eddig nem került nyilvánosságra. Mondjon még egy-két tippet. Isten őriz. Jó, akkor majd valami máshogy tudjuk meg. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én köszönöm.